Tavaly ősszel még a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral útjára indítottuk a Netre Valók programot, ahol igazából a fiatalok és az idősebb generációkat próbáljuk összehozni a könyvtárakban arra, hogy egymást a digitalizációról tanítsák. Szerettük volna országosan kiterjeszteni, és most erre került sor, hogy az Informatika és a Könyvtár Szövetséggel kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Nagyon sok diák szívesen tölti az iskolai közösségi szolgálatát könyvtárakban. Arra számítunk, hogy amikor találkozhatnak idősekkel, elmondhatják, mi mindent tudnak ezekről az okos eszközökről, az számukra is sikerélmény nyújt majd, és egy nagyon hasznos tevékenység. Lehetőséget ad arra, akár az idősebb, akár a fiatalabb generáció számára, hogy ne csak a kortárs csoport érintkezzen, hanem eltérő generációk perspektíváját, élethelyzetét, tapasztalatát is megismerje. Ezáltal empatikusabbá is tud válni, és gyarapíthatja a tudását is például az infokommunikációs eszközök használatában. Induláskor 44 városban, 48 könyvtár bevonásával fogunk tudni terepet adni az ilyen programoknak. Most 100-100 monitort ajánlottunk föl, bízom benne, hogy ezekkel is jó helyre került. A mesterséges intelligencia, akár tudomást veszünk róla, akár nem, itt van az életünkben. Szinte mindenki használja napi szinten, akár egy egészségablak, hogyha megnyitjuk, vagy ha felszállunk egy tömegközlekedésen, egy buszra, egy villamosra, akkor bizony ott jelen van már, és segíti az életünket. Már egy apró lépés is rengeteget jelent, amikor nincsenek magukra hagyva, hanem ott van egy fiatal, aki ebben tud nekik segíteni, de ettől nem kell félni, ebbe is mindenkit bátorítok, hogy vágjon bele.